Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Most az elmúlt néhány hónapban csoport szinten, közösség szinten belefogtunk olyan projektekbe is, amelyek indokolttá tették a nagyobb méretű baltáknak a használatát. Házikókat építettünk, a Mária utat szabadítottuk föl a bedőlt fáktól, illetve csináltuk a pihenőhelyet, és hát igenis, sajnos be kellett látni, hogy a kisebb balták, ezek kevesek hozzá, nyilván a nagyon komoly dologra motorosvíz használtunk. Így indokoltá vált a komolyabb erdei baltáknak a használata is. Van, aki már régebb óta használja. Én úgy gondolom, hogy eddig tökéletesen elboldogultam nélkül, mivel nem akartam komorabb dolgokat építgetni. No de, eljött az ideje annak, hogy igen, már pedig én is használjam. Nos. Első körben fordultam Szabó Bandihoz, na de kicsit lassan készült el a Magyar Bushcraft Balta Pro verziója, tehát a nagyobb méretű verziója, és akkor közben ezzel párhuzamosan rendeltem két erdei baltát, egyiket a Husqvarnától, a másikat a Hultafors-tól, és használtam, tapasztalati úton mondom most a véleményemet, kivétel a Husqvarna. A Husqvarna szűz teljes egészében, nem volt még használva. Ami nekem nagyon nem tetszik, az a kidolgozása, a megmunkáltsága, ugyanis ez a baltafej, márpedig erde. 850 grammos, most hogy kézi kovácsolás, gépi kovácsolás, ilyen legenda, olyan legendát teszünk mellé, nincsenek illúzióim afelé, hogy valójában mi történik, mivel a köréken nincs egy árva kalapálás nyoma se, ezt egy gép sajtolta bele, és maga a köpű, az meg is vár nyekkenbe több helyen, meg van repedve. Tehát a faékelés sem van rajta a körék. Minőség szempontjából ez a szerintem legkevésbé jó minőségű erdei fejsze, de ettől még ez a használati értékéből nem biztos, hogy levon, bár ez a kis ferdeség, hát a fene tudja. Szerintem nincs nagy probléma ezzel használat közben, csak úgy megjegyzem. Híres véd. Hultafors. Egy nap alatt érkezett meg, Tarzi rendelte nekem, egy nap alatt érkezett meg ez a kis erdei fejsze, szintén 850 grammos a fejtömege, mint a Husqvarnának. Lényegesen precízebb kidolgozás, lényegesen profibbnak tűnő feeling. Maga a anyag ugye mind a kettő hikori. Ezen látszik a Hultaforszom a köpűnek a metszetén, hogy gyakorlatilag az egész fa át van főzve lenolajba, tehát csak nem mondtam én hülyeséget azzal, hogy a néprajzi könyvekben is ez benne van, mint adat. Valóban át van főzve, látható is a színe, iszonyatos feelinges ez a rozsdabarna nyél. Nagyon jól hangszálható, nagyon kézbeillő, 11.000 forint volt, tehát nem egy összeg. Ami zavaró, Hultához nem adnak élvédőt, a Husqvarnához adják az élvédőt. Ez szerintem forgalomba hozatalnál egy szempont kellene, hogy legyen a készítőknek, forgalmazó. Na és akkor a Bandi féle MBB Pro, ami gyakorlatilag a nagy testvére a 2,5 éve bemutatott Magyar Bushcraft Baltának, amit szintén visszaküldött Bandi, már látni, hogy milyen szépen beérett a nyele. Na, ennek nem mozog ám a feje, rendesen fémékelve, és a Bandi ezt is első körben faékkel csinálta, aztán visszaküldtem, lett belőle fémék. De úgy berakta, hogy ez aztán szerintem nem fog kijönni, mivel két oldalt még a fémbe is bele van kopácsolva. A fej nagyjából 1 kg, szerintem, ez most úgy érzetre, mert nem szedtem le, szerintem olyan 1 kg lehet a fej. Iszonyatos komoly sújtóképességgel bír. A nyélhoz nincs akkora, mint egy Husqvarnáé például, de látható, hogy a nyélnek a vége
mennyivel dundibban kiszélesedő, mennyivel jobban ráfogható. Sokkal stabilabb a fogása a végénél, mint a Husqvarnának. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a Husqvarnai instabil, hanem az, hogy ennek stabilabb. Nagyon jól lehet vele dolgozni. És a három minőségét összevetve, kidolgozás, meg amúgy minden szempontból, nekem nem csak azért, mert magyar ember vagyok, meg hazabeszélek, de abszolút a Szabó Bandi féle MBB Pro, amiből eddig még csak egyetlen egy lap készült, az, ami viszi a prémet. Hát összesen lehet hasonlítani egy össze-vissza kopácsolt, csiszolgatott, nyűnyörézett, egyébként a kalapálóvég szempontjából domború, mert mind a kettő az. Skandináv fejszékkel. No. Hát akkor csapjunk valaminek oda. Erre a kidőlt és már félbevágott fenyőtörzsre esett a választásom. Úgy gondoltam, hogy ennek már úgyis mindegy, ugyan nem volt alátámasztva, és ez majd sajnos látszik is a vágásokon, de ez talán alkalmas. Nos, hát a Szabó Bandi féle baltával, négyes gyorsítással csapdosok, és látszik, hogy valóban bemozog a törzs, így elveszett az ütésnek a ereje, egy része, de szerintem nagyon jól mutatta, hogy haladtam vele. Következik a Husqvarna, nagyon érezni ezt a plusz körülbelül 10 centi különbséget, nyílhozbeli különbséget, nyilván kicsit távolabb tudtam állni a fától, ahogy daraboltam, és nagyobb az erőkar, ám bátor szerintem a Szabó Bandi fejszéjének, a MBB Pro-nak nagyobb a fejtömege. Következik a húlta. Most hiába van szebben kidolgozva a hulta, hiába tűnt nekem pofásabbnak, a hulta forszal sokkal jobb érzés volt darabolni, aztán rájöttem, hogy miért, miután megnéztem a vágás után a két élszöget, hát egyértelműen látszik, hogy a Husqvarnának meredeken vékonyabb az élszöge, a hulta forszak pedig meredekebb. Egy padnak a előkészítésénél használtam a következő alkalommal a Szabó Bandi féle fejszét, hát szenzációs. Olyan frankon meg lehet fogni a végén, olyan jó oda lehet csapni, annyira stabil az egész, jó nagy vágó felület, hát szerelem van kérem. Na ennyi volt a néhány erdei balta. Sziasztok!